YouTube! 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 Szóval az úgy kezdődött, hogy a YouTube feldobott nekem párszor egy videót, amit végül kíváncsiságból elindítottam. Egyrészt, mert voltam érdeklődő, nyitott, izgalmat kereső fiatal, igaz úgy 30 évvel ezelőtt, és már akkor szerettem a tudományos fantasztikus és fantasy filmeket, meg a megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló könyveket. Amikor tehát megláttam Paxel videóját az úgynevezett Mátra Nováki fanyűvőről, gondoltam megnézem, mert a fiatal embernek 200 ezer feliratkozója és több tízezeres, sőt egy-egy videójának több százezeres nézettsége van, tehát érdemes lehet tudni róla. Legfőképp azért, mert a hozzám hasonló fickók gyerekeire, a hozzá hasonló tartalomgyártók ma óriási hatással vannak, ha nem is épp ők nevelik fel őket. Szóval Paxel rövid felvezető után úgy kezdi, hogy a Blikben napvilágot látott egy cikk a lény újabb megjelenéséről, amiről később kiderült, hogy csak egy média hack volt, ami Paxel szerint azért szomorú, mert lejáratja ezt a nagyon is komoly témát, vagyis a kriptozoológiát, azaz a hivatalos tudományos álláspont által nem azonosított, nem elismert állatokkal foglalkozó kutatásokat. Ezután rátér a lény észleléseinek történetére az 1980-as évektől napjainkig, és előkerül György Moll videója is. Nos, ebben a videóban egy kerékpáros férfi fejkamerával rögzített felvétele látható, amelyen valami a férfi biciklije elé ugrik. Ennyi, és nem több történik, és ami ebben engem zavar, az, hogy Paxel folyamatosan és következetesen úgy hivatkozik erre az állatra, hogy a lény, miközben a vak is látja, hogy egy majomról van szó. Íme néhány rövid keresgélés után talált képekből, amelyeken a videón látható állathoz hasonló majmokat tekinthettek meg. Az egyik szürkés bundája, a másik hosszú farka vagy jellegzetes mozgása testtartása miatt került ide, és ne feledjük, a György videóján szereplő lény is mozgás közben pillanatokra látható. Igaz, ami igaz, ahogy a feleségem is megjegyezte, nem vehető ki az állat füle, és olyan, mintha szőrzete sem lenne. De én mindezt a fürgesége miatti elmosódottságnak tudom be. Paxel viszont felveti a videó eredetiségének kérdését is, amivel kapcsolatban én nem tudok nyilatkozni, mert semmit nem értek a számítógépes animációhoz. Egyet tudok, akár CGI, akár igazi állat van a felvételen, az nem több, mint egy majom. Egyébként megkerestem az eredeti videót, mert kíváncsi voltam, György ír-e róla valamit. Nos, nekem úgy tűnt, hogy a sportoló egyszerűen tudni szerette volna, mi a jó ég ijesztett úgy rá, és azért tette fel a felvételt, hát ha valaki tudna kisegíteni. Videója leírásából az derül ki, hogy először azt hitte, egy kutya ugrott elé, és csak később jött rá, hogy tévedett. A kommentek között akadt, amelyben a felvétel helyével, Abdakközséggel kapcsolatban megjegyzik, hogy onnan nincs messze a győri állatkert, ahonnan megszökhetett egy majom, amire György azt válaszolja, hogy már megkérdezte, nem történt ilyesmi, vagyis látszólag tényleg meg akarja fejteni a rejtvényt. Azonban annyi kritikát, sőt támadást kapott, hogy trükkfelvétel volt, hogy csak egy plusz állatot dobtak oda, stb., hogy a végén valószínűleg ezek miatt korlátozta a videó megtekintését, gyakorlatilag eltüntette azt. Szóval van egy hosszú farkú, majomra emlékeztető lény, amit észlelője az első pillanatban kutyának vél, tehát valószínűleg egy átlagos kutya méretű állatról van szó. Ennek szerintem semmi köze egy 2 méter körüli, gyakran 2 lábon közlekedő, többnyire éjjel látható majomemberhez, ezért nem is értem, mit keres itt. És hogy mit keresne nálunk egy szabadon kószáló, trópusi emberszabású főemlős? Nos, az utóbbi években kis hazánkban a legkülönfélébb forró égővi állatok fordultak elő. A szakemberek szerint fura, illegális hobbiként egzotikus állatokat tartó személyek házi kedvencei bukkantak fel időnként, nem kis feltűnést és riadalmat okozva. Egy leopárdhoz képest egy közepes méretű majomféle nem is olyan nagy dolog. A következő videón gyakorlatilag semmi sem látható, csak valami árnyalak a ködben, de elismerem, a mozgásában van valami majomszerű, ugyanakkor az ugrása a kenguru helyváltoztatására is emlékeztet. Ezért is furcsállom Paxel monológiát, amiben azt elemzi, hogy egy alapvetően 2 lábon közlekedő lény alagutakban töltött élete során hogy szokik rá a 4 kézláb közlekedésre, amilyen furcsa mozgást eredményez. Paxel, ez a lény nem egyszerűen jár, se 2, se 4 lábon. Ez, ahogy én látom, inkább félig fut, félig felegyenesedve ugrik. Ezen a ponton tehát megint rossz érzésem támadt. De inkább ugorjunk mi is. A következő lelet, amelyen hosszan időzünk, egy fura, mesztelen emberi vagy majomszerű lábnyomra emlékeztető lenyomat.
Igazából én három, kis jó indulattal négy lábú és a sarok túlságosan is szabályos körformájú nyomát látom, de ennél bővebben nem tudok nyilatkozni róla, mert nem értek a nyomolvasáshoz. A keresőt azonban tudom kezelni, és szerencsére megtaláltam a nyom első közzétételét, amelyből az derül ki, hogy egy valamilyen derékszögű eszközzel ásott gödör megtalálása után feljebb a Fóti kopaszhegyen egy másik gödör mellett volt a lábnyom. Hallgassuk csak meg, mit mond erről Paxel. Ezt a lábnyomot például szintén egy ilyen fészek gödör mellett találták meg Fóton 2011-ben. Nos, ilyesminek a megtalálás körülményeinek leírásában nyoma sincs. Egy szó sem esik semmiféle fészekről. Sőt, egy kommentelő leírja, hogy miután megmutatta a képet és elmesélte a történetet egy vadőrnek, ő a következőket nyilatkozta. Egy édes gyökeret kereső ember által ásott gödör melletti kézlenyomat az, amiről a fotó készült. Az édes gyökér egy, a mediterrán térségből származó, nálunk tehát nem őshonos, de már a vadon is megtelepedett gyógy- és fűszernövény, amelynek méternyi hosszú gyökerét jellemzően ősszel gyűjtik, ami egybe vág a nyom rögzítésének idejével. A fénykép készítője ennek ellenére kitartóan ragaszkodott hozzá, hogy egy átlagos kéznyomnál nagyobb, mint egy 30 cm-es mérete miatt ez csak is lábnyom, méghozzá fanyűvő lábnyom lehet, ezt azonban, mivel semmilyen viszonyítási pontunk nincs, nehéz eldönteni. Elég lett volna például egy öngyújtót a nyom mellé helyezni. Ennyit az állítólagos lábnyomról röviden. Ezután a Fókusz című műsornak a fanyűvővel kapcsolatos epizódja kerül elő, és ezzel nekem megint vannak problémáim. Paxel állítása szerint vannak olyan információi, miszerint a stáb csak az ő álláspontját támogató megszólalásokat vágta be riportfilmjébe. Vagyis azoknak a szavai, akik igaznak tartják a legendát, vagy netán személyes élményeik vannak, kimaradtak a műsorból. Paxel szerint a Fókusz eleve poénra vette a dolgot, és ha ilyen komoly nyilatkozatoknak is teret enged, azzal maga alatt vágta volna a fát, de szerintem ez nem állja meg a helyét. A tévé, ugyanúgy, mint a YouTube... YouTube. A nézettségből él. A tévé a reklámbevételekből, egy tartalomgyártó hasonló kép a reklámokból, a szponzorokból és nézői támogatásokból, ami mind akkor jön, ha a készítő videóit megnézi valaki. Ha nincs érdeklődés, nincs megtérülés. És ha a Fókusz egy eddig ismeretlen lény felfedezéséről első kézből számolt volna be, az olyan fegyvertény, olyan szenzáció lett volna, ami mindent visz. Egy ilyen leleplezéssel nemhogy maga alatt vágta volna a fát, de a fanyűvő felfedezése az arantojás tojó tyúk felfedezését jelentette volna. Ez az érvelés tehát abszolút tévút. De ugyanitt jegyzi meg Paxel azt is, hogy Miskolci Lacit se vették elég komolyan, mondja ezt úgy, hogy fogalmunk sincs ki az a Miskolci Laci. Nos, én szerencsére megtaláltam a riportot, és elárulhatom, hogy Laci az a blogger, akit a témában való érintettsége miatt a műsorkészítők segítségül hívtak. Hogy komolyan vették-e őt, vagy nem, nézzük meg együtt. Szerintem minden legendának van valami alapja. Miskolci László blogger, a kriptozoológusok hazai képviselője. Gyermekkora óta érdeklődik a rejtélyes lények iránt, és egy-egy megfigyelésnél akár egész nap az erdőt járja. Az ő fantáziáját is régóta izgatja a fanyűvő legendája, és a szemtanúk beszámolói alapján konkrét fantomrajzot is készített már róla. Körülbelül 180 centi, 230 cm között van a magassága, legtöbbször éjszaka látták, állítólag nagyon érzékeny a szeme a fényre. Teste az legtöbbször szürkés színű, szőrös, vagy sötét, vagy átmegy világos barnába, sötét barnába. Az egyik legfontosabb jellemzője az, hogy görnyetten jár, és ezért a kezei a térdéig írnak le. A magyar yeti állítólag telihordkor éjszakánként aktív. Mondjuk ez a fénykép, amely azóta több újságban is megjelent, pont nappal készült róla. Ennek a hitelességét még László is megkérdőjelezi. Hisz benne, van, aki úgy gondolja, hogy ez tényleg valamilyen majomszerű állat, és valaki úgy gondolja, hogy
Ez nem más, mint egy itt a faluban élő ember, aki kicsit görnyetten jár, szintén hosszú kezei. Nos, én itt semmi olyat nem láttam, amiből arra lehetne következtetni, hogy Lacit nem veszik komolyan. De hogy jól látom-e, annak is utána jártam. Ráakadtam ugyanis a blogjára, amelyben a forgatásról is ír. Lássuk, hogy élte meg ő a történteket. Remélem, a kiemelt részek elég meggyőzőek, ő rendes, vicces srácokról, kedves riporterekről ír, és csak annyit jegyez meg a végén, hogy a vele készült interjút jelentősen megvágták, és amit ő elmondott a kérdésekre válaszolva, azt végül a narrátor szájába adták. De ezen kívül a blogbejegyzésben semmilyen sértődésnek, negatív észrevételnek nincs nyoma, ezért nem értem Paxel miről beszél, honnan veszi ezt. Ezután egy eszmefuttatás következik arról, hogy egy ilyen felfedezésről szóló bejelentés milyen hullámokat vetne, milyen következményekkel járna. Az emberek összezavarodnának, nem tudnák, mit higgyenek el mindabból, amit valaha mondtak nekik. Ez szerintem egyszerűen az emberek kiskorúsítása. Biztosan ilyen is lenne, de nem lehet ilyen témában ekkora mértékben általánosítani. Ezt követően a lény életmódjáról kapunk rövid ismertetést, és nem mehetünk el a tény mellett, hogy olyan kifejezéseket hallunk, mint egy biztos, nagyon félénk, mert még soha nem bántott senkit. Ne felejtsük el, hogy egy legendás lényről beszélünk, hiszen soha bizonyítást nem nyert a létezése. Mégis, ifjú barátunk, mintha tényeket közölne a feltételes módból, ha ez igaz, amennyiben ez így van, észrevétlenül kijelentő módba megyünk át, és hoppa fanyűvő már is valósággá változott. A következő figyelemre méltó mondat szerint a fanyűvő épp úgy életben maradhat észrevétlenül, ahogy Paxel még nem látott hiúzt, mert egy ilyen találkozóhoz szerencse is kell. Akkor értelmezzük ezt egy kicsit. Ez az ismeretlen illetőségű majomemberhez hasonló lény tehát épp úgy létezhet, mint a hiúz, hiszen ő egyiket se látta, és ha az egyikben ennek ellenére hinnie kell, épp úgy hihet a másikban is, ugye? Hát nem egészen. A hiúz, a farkas jelenléte kis országunkban olyan kérdés, amellyel erdészek, vadászok, természetvédelmi őrök foglalkoznak, hiteles szemtanúk, felismerhető lábnyomok és értelmezhető vadkamerás felvételek alapján. A fanyűvőről ezek egyike sem mondható el. Akiknek a legvalószínűbben tudniuk kellene róla, soha nem látták a lényt, és csak kétes eredetű és csapnivaló minőségű fotóink és videóink vannak róla. De menjünk tovább. Mi van még? Megtudjuk, hogy a lény épp úgy életben maradhat, mint annak idején 8 éves koráig, később pedig azt halljuk, hogy 8 éven keresztül Hanyistók, az elvadult mocsári gyermek életben maradt. Ami megint csak sántít. Hanyistókot 8-10 évesen találták meg, de ha azt mondjuk, hogy 8 éven át születésétől fogva a vadonban élt, az képtelenség. Ha egy újszülöttet vagy csecsemőt kiteszel a mocsárba, akkor szegény egy nap alatt meghal. Egy 3-4 éves kisgyermek már képes lehet rá, hogy felszedegessen annyi puha testűt, bogarat, legeljen annyi zöldet, amennyivel, ha szerencséje van, mérgezés nélkül életben marad. A gyékény például egy kiváló túlélő eledel, amelynek egész évben van fogyasztható része, nyersen vagy előkészítés után gyökerétől a buzogányáig ehető. Lehet, hogy mindez szőrszálhasogatásnak tűnik, de szerintem, ahogy a mondás tartja, az ördög gyakran a részletekben rejlik. Ha egy 8 évesen megtalált vad gyermekre azt mondjuk, hogy 8 éven át, tehát születésétől élt magára hagyva odakin, az egész egyszerűen lehetetlen. Ha viszont azt mondjuk, hogy körülbelül 4 éves korától 8 éves koráig, az igenis elképzelhető. Így talán érthető, miért foglalkozom ennyit egy látszólag jelentéktelen aprósággal, hiszen aki az efféle nagyon is fontos részletekben ilyen nagyvonalú, az talán más lényeges, az igazságot alapvetően befolyásoló apróságokat is ilyen rugalmasan kezel. Egy ilyen apróság az, hogy Hanyistókot, akiről Paxel azt mondja, hogyha ő életben tudott maradni a magyar nádi világban, akkor a fanyűvők is rejtőzhetnek a magyar erdőkben, ezt a Hanyistókot a feljegyzések szerint 1749-ben találták a hansági halászok. 270 év alatt az ország beépítettsége, a lakott települések száma és mérete elképzelhetetlenül megnőtt, nem is beszélve a mezőgazdasági művelés alávont területekről, a folyamszabályozásokról, vagy a szakszerű erdő- és vadgazdálkodásról.
Az ország földrajza hihetetlen mértékben megváltozott, vagyis a rejtőzködő életmódot folytató lények élettere óriási mértékben csökkent. Abból, hogy tulajdonképpen évszázadokkal ezelőtt egy vadgyermek el tudott rejtőzni a korabeli mocsárvilágban, semmilyen módon nem következik, hogy egy ma ismeretlen főemlős faj, egész, ki tudja hány egyedből álló populációja is itt élhet köztünk, többé-kevésbé titokban. A következő fontos, némi elemzést igénylő gondolat szerint naponta tűnnek el és bukkannak elő új fajok, az óceánok 95%-át nem ismerjük, és a magyar barlangok, alagutak nagy része is felderítetlen, tehát simán elképzelhető, hogy itthon is él egy ilyen, egyelőre azonosítatlan lény. Nos, ebben van igazság. Ha nem is naponta, de időnként kerülnek elő addig meghatározatlan fajok. A dél-amerikai Amazonas folyó szinte járhatatlan trópusi esőerdeiben új törpe orchideákat és apró pókokat találnak, óceánjainkból néha a felszín közeli vizekből korábban ismeretlen mélytengeri világító halfajok példányait fogják ki, egy-egy sötét barlangban olyan vízicsigákra bukkanunk, amelyekről korábban nem volt tudomásunk. De hogy Európa kellős közepén annak több ezer éves viharos történelme során sikerült volna elrejtőznie és mindent túlélnie egy ilyen nagy testméretű, egyedülálló módon mérsékelt égövi majomfélének, pláne egy, amennyire tudjuk, változatlan emberelődnek, az elég hihetetlenül hangzik. Gondoljatok csak bele! Ez itt Magyarország a maga 93.030 négyzetkilométernyi területével, én legalábbis még ennyit tanultam. Valamint durván 9.700.000 lakosával és pontosan 105,1 főnyi népsűrűségével. Ez pedig itt például Kanada, melynek területe közel 10.000.000 négyzetkilométer, vagyis több mint 100-szor akkora, mint a mi kis hazánk. Ehhez képest a lakossága körülbelül 38.000.000 fő, vagyis nagyjából 4-szer annyian vannak, mint mi. Ennek megfelelően a népsűrűség náluk 3,2 fő per négyzetkilométer. Ezzel nem azt mondom, hogy a mi népsűrűségünk olyan hihetetlen nagy lenne, Hollandiában például ez a szám 420 fő per négyzetkilométer. Na ők aztán zsúfoltan vannak. De azért a 105 fő per négyzetkilométer azt jelenti, hogy sok szem sokat lát. Még akkor is, ha egy barlangokban élő, éjszakai életmódot folytató lényről beszélünk, azt gondolom, hogy több találkozásról és több nyomról kellene tudnunk. Gyakorlatilag szinte bárhol lehet farkas nyomot találni, hatalmas területeket bemozognak ezek az állatok, úgyhogy emiatt van, hogy tényleg, ha az ember nagyjából sejti azokat a felületeket, ahol jellemzően előfordulnak, ott valószínűleg találni is fogja. Több éve figyeljük az állatokat. Ez az egyik legizgalmasabb része nyilván a nyomolvasással párhuzamosan, és hát ritkán csalódunk, mivel előfordul az is. Gyakorlatilag bárhol lehet velük találkozni, de a találkozást semmiféleképpen nem a személyes találkozásra mondom. Az éjszakai időszak az, ami számukra a igazán jellemző, zsákmányolásra, területbe kuborolására. Ebben az időszakban viszont ugye ember nem nagyon van kint a területen. Nos, úgy tűnik, sok ember, aki hivatásból és sok ember, aki kedvtelésből járja az erdőt, így vagy úgy találkozott már egy ilyen alapvetően szintén rejtett életmódot folytató ragadozóval, amelynek a szakértők szerint mindössze 15, azaz 15 példánya él az országban. Mégis újra és újra találkozni lehet a nyomaival, vagy konkrétan a lábnyomaival, vagy a hullatékával, ami tulajdonképpen a farkas ürüléke, vagyis a farkas, amit a Bükki Nemzeti Park munkatársai megvizsgálhatnak, hogy megismerjék az állatok táplálkozási, zsákmányejtési szokásait. Nem kellene ennek így lennie a fanyűvő esetében is? Persze mondhatja erre valaki, hogy ott van a Paxel videójába is bekerült Metal Castiel története, csak hogy az, hogy annak idején, értitek, valaha a nagyapám egy barlang környékén többször is titokzatos fehér szőrt talált, nos ez nem elég, ez nem bizonyíték. Ha lenne belőle DNS vizsgálatnak alávethető minta, az lenne.
de így ez elég karcsú. Ezt a gondolatmenetet azzal szeretném zárni, hogyha valaki azt kérdezné tőlem, elképzelhetőnek tartom-e például az észak-amerikai kontinens hírhet nadlábújának létezését, azt válaszolnám, hogy igen. Ott az az említett kontinensnyi ország, Kanada, ami számunkra mérhetetlenül nagy erdőségeivel, amelyben akár hasonló lények is rejtőzhetnek. Vagy ott van a havasi ember, annak a Himalájának a helyi híressége, ahová ember alig merészkedik, és közülük is sokan nem térnek vissza. De ha nálunk egy a féle magyar yeti élne, számomra túl nagy képzelőerőre lenne szükség, hogy ezt elhiggyem. De nézzük tovább, mit mond Paxel. Mert szerintem, ha valaki igazán akarja, és egy teljes csapat, egy komplett brigád időt és energiát szánna rá a környéken, akkor szerintem kiderülne az igazság, de itt jön a kérdés, ami Dixonnak tökéletes, hogy kiderülhetne-e az igazság. Ez tulajdonképpen annak a lebegtetése, hogyha lenne is ilyen expedíció, és találna is valamit, annak napvilágra kerülését valahol valakik megakadályoznák, csak ők tudják miért. A titokra nem azért nem derült fény eddig, és céloz rá Paxel, nem azért nem fog ezután sem, mert nincs titok. A mátranováki fanyűvőről nem azért nem kerül elő valódi bizonyíték, mert nincs, mert ő nem létezik, hanem mert valakik nem engedik. Eszerint a világkép szerint vagyunk mi, egy legalábbis meg nem értett kisebbség, vagyunk mi, a titkos tudás birtokában lévő kevesek, és vannak ők, akik ellen összetarthatunk, és ezzel, a kiválasztottság érzéssel, a valahová tartozás érzésével sok embert, sok fiatalt meg lehet fogni, és egy-egy rejtét, legendát sokáig életben lehet tartani. Nos, egyelőre ennyit Paxel videójáról, nézzük meg, mit lehet kideríteni a fanyűvő legendájáról. 2010-ben és 2011-ben egy Miskolci László nevű fiatalember az internet bugyraiban, különböző oldalakon, fórumokon felfigyel néhány, valójában mindössze három történetre, amelyek összecsengenek egy gyerekkori barátja sztoriával, és amelyekben van egy közös motívum. Egy emberszerű, de rendkívül hosszú karú lény. Kezdetben mindössze ennyi volt. Miskolci László egy kriptozoológiával foglalkozó blog olvasójaként felhívta mindenre Orosz István, a blog szerzőjének figyelmét. Orosz István egy bejegyzést szentelt a feltételezett lénynek, akit vagy amit a Fehér Lófia című magyar népmeséből kölcsönzött névvel fanyűvőnek nevezett el, és bejegyzése is ezt a címet kapta. Orosz István vette fel a kapcsolatot a Hihetetlen magazinnal, amelyben immár nyomtatásban is feltűnt a titokzatos lény. A cikk Orosz István tollából született. Ekkorra Miskolci László is elindította hasonló témájú blogját, ami mára újságírói és írói karrieré növekedett, és Orosz Istvánhoz hasonlóan a hozzáérkező beszámolók alapján a továbbiakban is közölt írásokat a lényről. Az első 2011. június 17-i bejegyzés után júliusban született a következő, amelyben valaki a nagyapja 80-as évekből származó történetét és a saját 2006-os kalandját meséli el. Orosz István blogján fanyűvő címszó alatt 2012. augusztusából való az utolsó bejegyzés, ami nem más, mint a Paxel által is elemzett és hamisítványnak elkönyvelt fotó és keletkezés története. A fotót a blogon többen is megvizsgálták különféle képelemző programokkal, amelyek szerint a kép hamis. Más hozzászólók azt állították, hogy a saját fényképeikkel is tesztelték ezeket a programokat, amelyek ott is módosításokat mutattak ki, ahol nem voltak. Jelentkezett a kép állítólagos készítője is, aki többször is megerősítette, hogy az tőle származik és eredeti. Én pedig ezt hozzá nem értésem miatt megint csak nem tudom megítélni. István blogjával kapcsolatban egy kis érdekesség. Már ott feltűnik egy Metal Castiel nevű hozzászóló, aki itt a lényre csak mint gyerekkora ijeszgetős történeteinek szereplőjére hivatkozik, körülbelül mint a Markolábra, vagy nálunk hasonló figura lehetett, a rossz gyerekeket összeszedő zsákos ember. Ez vajon ugyanaz a Metal Castiel lehet? Miskolci Lászlót 2013-ban a Bors magazin kereste fel, és Orosz István, valamint az ő írásait felhasználva jelentetett meg egy cikket a lényről. Ezt követően két televízió is jelentkezett Lászlónál, de a forgatás és az ominózus riportfilm a harmadikkal jött össze. És most hadd szóljak újra az RTL Fókusz című műsorának erről az adás részletéről, illetve Laci róla írt visszaemlékezéséről. Ebben elolvashatjuk,
hogyan találtak Gyula bácsira, és azt is, hogy ekkor és itt meséltek a forgatócsoportnak a szintén a 80-as években a környéken rejtőzködő, szökött hadifogolyról, bár nem tudom, ki és honnan szökhetett meg. Laci szerint ez a két történet fort egybe az idők folyamán, és öltött testet a fanyűvő alakjában, akit Laci már korábban is aféle közeli ismerősként nyűvinek becézett. Ő ezzel lezártnak tekintette a történetet, szerinte a rejtély megoldódott, és ezután már csak kétszer írt róla. Egyszer egy újabb hozzákerült fotó kapcsán, másodszor pedig a Paxel által is hivatkozott idei Blick íromány megjelenése után. A kettő között csak a témát is érintő rádióinterjúkról és egy másik internetes oldal vele folytatott beszélgetéséről adott hírt. Most pedig nézzük újra Paxel videóját a fenti történet tükrében. Hogy a tévések a komoly válaszokat adó mátranovákiakat kivágták volna a riportból, nehogy elrontsák a poénjukat, Laci erre semmilyen célzást sem tesz. Ezzel kapcsolatban tehát vagy ő nem mond igazat, vagy Paxel, vagy az állítólagos informátorai. Azonban Miskolci László mondhatni a lény felfedezője, és ha nem is ő keresztelte el, a születésénél minden esetre ott bábáskodott, és később is próbált a legenda mélyére hatolni, illetve a rejtély végére járni. Itt van például egy 2011-es jegyzete egy kerékpáros mátranováki útjáról, amikor még a helyi bányászházba is benézett, hát ha ott valami nyomra bukkan. Ne feledjük, az első találkozásokról szóló beszámolók egyike állítólag a 80-as években ott dolgozó bányász nagypapától eredt. Számomra egyáltalán nem észszerű és nem hihető, hogy éppen ő közreműködött volna az ilyen vallomások és nyilatkozatok eltusolásában, hiszen a munkássága a mai napig a rejtélykutatásról szól. Sokkal valószínűbb, hogy Paxel állítása valótlan. Én legalábbis nem összeesküvést látok itt, csak azt, hogy a stáb kivonult, hogy kiderítsen valamit, de mivel semmit sem talált, forgatott egy vicces filmet, benne Hegedűs Gyula bácsival, a Mátra Nováki fafaragóval. És ha már itt tartunk, Miskolci Lacinál, felmerül egy másik kérdés is, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. Paxel videójának megtekintése és a bemutatott blogok áttekintése után nyilvánvaló, hogy a szöveget illusztráló képek és a szövegben elhangzó gondolatok jelentős része is a blogokról származik. Hadd mutassak néhány példát. A lényeg, hogy a pirossal bejelölt csillagok alapján én úgy látom, hogy tényleg közel van a fanyűvő, vagy más néven a lény megjelenésének a barlangok, alagutak, bányák számához. És elég csak összehasonlítani Magyarország domborzatát az észlelések helyszínével, szerintem, és ez számomra egyértelmű, hogy a kettőnek köze van egymáshoz. A szkeptikusok számára egy kis kiegészítés, a 80-as években egy menekült hadifogoly is bujkált a mátranováki erdőben. Hogy ez miért és hogyan lehetséges, arra két válasz adható. Az első, hogy Miskolci Laci tudtával és hozzájárulásával. Ennek azonban némileg ellentmond, hogy sem erre utaló forrás megjelölés, se köszönet nyilvánítás nincs a videóban, se szóban, se írásban. Még a videó bejátszásokban Paxel gondosan megjeleníti azokat a YouTube csatornákat, amelyekről a bevágások származnak, itt nem találkozunk ilyesmivel, és minden esetre érdekes, bár végül is lehetséges, hogy például Laci úgy engedte át az általa gyűjtött és létrehozott teljes anyagot, a saját rajzait, fotóit, bejegyzéseiben rögzített felvetéseit, hogy még csak egy rávaló hivatkozás sem várt el. A másik lehetséges válasz, hogy Paxel, és itt nagyon óvatosan kell fogalmaznom, egyszerűen kérdés és kérés nélkül használta fel a blogok anyagait, azt gondolva, hogy az ő fő célközönsége, a mai tizenévesek úgyse olvasnak semmit, vagy ha mégis, biztosan nem bújnak efféle blogokat, ezek olyan kőkorszaki dolgok. Ma a YouTube, TikTok, Facebook, Insta, Twitter szekere fut, szóval soha nem fog kiderülni a dolog. Mindezek miatt ez a videó számomra hiteltelenné válik, mert így vagy úgy a szerzők hozzájárulásával vagy anélkül, minden esetre nem saját kútfőből, hanem nagy mértékben mások munkájának az összeollózásából származik. Ha ehhez hozzávesszük az olyan ellentmondásos állításokat, mint például az említett kereskedelmi tévés stáb titkolózása, akkor végképp nem stimmel valami. Azt gondolom, hogy ez a videó a nézőjét inkább próbálja érzelmileg befolyásolni, mint észérvekkel meggyőzni. Az olyan kijelentések, miszerint az óceánok 95%-át nem ismerjük, tehát ami hegyvidéki erdeinkben is bármi megtörténhet,
jól hangzanak és elsőre hihetőnek is tűnnek. De ha jobban belegondolunk, semmi értelmük sincs, mert a kettőnek semmi köze egymáshoz. A csendes óceán és az északi középhegység távolabb nem is állhatna egymástól. Van itt azonban még valami, amit sehogy nem értek. A videó egy pontján a következők hangzanak el. Magyarországon közel 2000 barlang található. Vannak barlangok, amelyeket csak az utóbbi években fedeztünk fel. Nos, mivel kíváncsi és kételkedő alkat vagyok, természetesen ennek is utána akartam járni. Elég hamar sikerült erre a kis tanulmányra, illetve adattára találnom, amely 2004-ben 3700 barlangról beszél, majd ezen a honlapon azt olvassuk, jelenleg 4170-nél tartunk. Honnan veszi Paxel ezt a 2000-es számot? De lépjünk tovább. Rendben van, 18 év alatt 470 barlangot fedeztünk fel, ami elég magas szám, de hogy még mindig csak töredékét ismerjük az összes hazai barlangnak, az szerintem elég merész kijelentés, még akkor is, ha ezt Eszterhás István, neves tanár, barlangász, vulkanológus mondta. A neten egyébként én ennek nem találtam nyomát, de ettől, főleg munkássága kezdetén mondhatott ilyet. Eszterhás István ugyanis 1961-ben főiskolásként kezdte a barlangkutatást. Fentebb mutattam, hogy 1977-ben mindössze 1314 barlangról tudtunk, ez a ma ismert 4170-nek valóban csak nagyjából egyharmada, mondhatjuk, hogy a töredéke. Nos, láthatjátok, hogy mennyi legalábbis megkérdőjelezhető dolog van ebben a videóban, amelyeknek elég könnyű a valóság tartalmát ellenőrizni, ha valaki veszi a fáradtságot és kutakodni kezd. Nekem pedig ez az egyik fő problémám a videóval. Egyszerűen nem tárgyilagos, nem hiteles. Lehet, hogy Paxel fogékony az újra, a különlegesre, az ismeretlenre, és valóban hisz a fanyűvő létezésében, mert hinni akar, és öntudatlanul bár, de mindvégig ezt az előfeltevését, ezt a hitét próbálja igazolni. De az is lehet, és itt megint nagyon óvatosan kell fogalmaznom, hogy Paxel, amikor a tényeket finoman, vagy kevésbé finoman az elméletéhez igazítja, akkor azt nagyon is tudatosan teszi. Nem tudom, hogy mondják ma a fiatalok, de azt hiszem, hogy ő a féle creepy videós, ez a csatornája fő profilja, neki és a hozzá hasonló videósoknak fenn kell tartaniuk a legendákat és az érdeklődést a legendák iránt. Mindenre lehet azt mondani, hogy ez csak egy vélemény videó és egy ilyen személyes jellegű formátumtól nem szabad tárgyilagosságot várni, de ez nem ilyen egyszerű. Paxel véleménye az, hogy valahol odakint éjszakánként egy mátranováki fanyűvő nevű kriptid lény kóborol. Ezzel eddig nincs is baj, tiszteletben tartom a véleményét. Azonban ezt a véleményét olyan módon próbálja alátámasztani, amivel nem érthetek egyet, ami az ő nézőközönségének javát kitevő gyerekek számára nem jó példa. Igazolható tényeken alapuló érvek és ellenérvek ütköztetése helyett titokzatoskodást, célzásokat, ferdítéseket, véletlenül vagy szándékosan téves adatokat és hangzatos szólamokat kapunk, és ha a gyermekeink az önálló, kritikus gondolkodás helyett ezt a fajta feltétlen elfogadást és a szólamok követését tanulják meg, annak óriási jelentősége van és komoly veszélyt jelent az egész társadalomra és a jövőnkre nézve. És ez a legfőbb problémám ezzel a videóval. Végezetül Paxel híveihez és követőihez szeretnék szólni. Kérlek, ne gyűlöljetek! Én nem akarom bántani a ti rajongásatok tárgyát, nem akarom ledönteni a bálványotokat. Paxel, én nem akarom támadni a személyedet. Semmi bajom veled, hiszen nem is ismerlek. Nem akarom támadni a munkásságot sem. Nem ismerem a videóidat, nem tudok róluk rosszat vagy jót mondani. Én csak ezt az egy konkrét videódat néztem meg, és ez bizony már elsőre is egyszerűen gyanús volt, később pedig csak romlott a helyzet. Én a magam részéről értelmes és tehetséges fiatalembernek tartalak, a csatornád nyilvános adatai szerint sikeresen is csinálod, amit csinálsz. Ez a videód azonban szerintem mindezek ellenére se nem sikerült, se nem értékes, sőt az én fiamra, akivel néztem, konkrétan rossz hatással volt. Azóta is rá tör a félelem, és éjszakákon át voltak rémálmai. Én értem, hogy ez a te témád, érdeklődési köröd, ilyen a te stílusod. De milyen jó volna, ha a tehetséged más jellegű videókra fordítanád. Hadd mutassak pár példát.
hogy miköze a rókapisinek, a WC-kefének, a pókhálónak és a gyorséttermeknek a karácsonyhoz. Hamarosan kiderül, ugyanis ez az Okos az új szexi legújabb adása, amiben elmeséljük a karácsonyhoz kapcsolódó legmeglepőbb tényeket. Ez pedig egy világító karácsonyi pulcsi. Nekem pedig elfelejtettek szólni, hogy karácsonyi pulcsiba jöjjek, úgyhogy ez marad. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hát előre is nagyon-nagyon-nagyon boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nagyon kedves, nagyon aranyos, meg minden. És vicces poénokat tolt a Mikulás. Olyan szép, mély hangja van, hát reméljük, hogy a videón ti is hallottátok. Meg a szakálla, ő tényleg, Mikulás tényleg tökéletes. És létezik. Na, a lényeg egyébként, hogy az egész út fantasztikus volt, nagyon sok érdekeset láttunk, reméljük nektek is átadtuk. És persze a legfontosabb, hogy nagyon boldog karácsonyt kívánunk nektek. Tényleg, a Mikulás szájából is hallhattátok, ez az igazság. Ez az igazság. Sziasztok!